Olivia! Addig van egy műszünk. Nem? Szia! Leveszed? Olivier, elzáratom a vizet az egész házba. Nem okoz gondot? Van ismerős a vízüzüleknél? Számlálási osztályon. Nem, az igazgatósági utcalásban. Már a dolgivatalba bemegy a pasi, átnézik az iratokat, mint ahogy hívják. Jújj, ne ez durva! Azt mondja neki a titkárság azt, hogy hívja fönnek egy taxit, azt mondja, hát kocsival vagyok, mindenki vagyok kicsi. És akkor a komment, asztalamocsmatta, borítanám rá az asztalt. Ja, Zoli, most videót készítem és fényképelvételt, akkor most jövünk. Pék kutyája meleg köpé, le tudod? Hangot is vett? Aha. Szar a hangja, úgy mondom. Neki! Ügyörög, legyen! Lehet, hogy így nem szar. Csak koncerteken persze nem bírja a mikrofon. Hát nem, az már. Betorzít, érted? Ugrálni, ez nagyon szeretik. Nagyon kutyus. Üles. Marinér! Csak ödöntek tényleg. Minden olyan, mint a pisilne. De jó, mert pisilne. De jó, nagyon. Tényleg. Mondtam, hogy gondolod a veszélyével. Innen pont. De ekkora? Itt ott jó hóga. Mélinki alak most jön ki belőle. Igen, nem voltunk a izénél a Lajos forrásnál, hogy ennek pisilne. Én nem mondom, segítek, hogy lefordáljunk, hanem menjünk arra egy nagy fa, ekkora nagy fa. Hogy annak a tövét megy, megmosoljuk, és akkor elkezd kísérni, hogy nézd, hogy ül a fa! Jaj, örülök, hogy nem adunk a fa, hogy nem tudjuk kísérni. Egyébként ez jobb. Ja, hát akkor még jobb. De egy kísérni nem tudtál venni. Nem, ez tényleg jobb így. Mindenképpen jobb így. Ott egy picit más lett volna a hangulat, de... Nem, figyelj, csak a víz... Semmi. Figyelj, csak a víz miatt, hogy esetleg bele lehet menni bokáig. Hát én mondtam a Lucának, amikor kitaláltak, hogy legyen is, hogy ha aki annyira akar fürdeni, az kap egy örökködött, lesétál, úszik egyet, visszajön. Hát bele vagy a patakra, köz. Vagy a patak. Az még tisztább is, mint a Duna. Az nagyon tiszta a patak. Köszönjük, köszönjük. Köszönjük, köszönjük.